Ukrajnában elkezdték kipostázni a behívókat azok számára, akik az új mozgósítási törvényben előírtak szerint aktualizálták személyes nyilvántartási adataikat. Közölte Uljana rapcsuk, a Volény megyei toborzó központ sajtófelelőse. Az új törvény szerint az adatok frissítését július közepéig kellett megtennie valamennyi hat köteles korú férfinak. Az adatok aktualizálása személyesen a toborzó központokban, az administratív irodákban, és a Rezer Plus alkalmazáson keresztül volt elvégezhető. Információk szerint a több mint 10 millió hat valamivel többen mint 4 millióan tettek eleget ennek a kötelezettségnek. A külföldön tartózkodó ukrán férfiaknak csak töredéke regisztrált. Az új szabály szerint a hatóságok akkor is kézbesítetnek tekintik a behívót, amennyiben a címzet azt nem veszi át a postástól. Aki a behívók kézbesítése után nem jelenik meg a a toborzóknál, azt megbírságolják. A büntetés összege akár 25 ezer hrivnya is lehet. A mozgósítási törvény lehetőséget biztosít a vezetői engedély bevonására is.